csak örülök, hogy itt vagytok, köszöntelek titeket. Van itt három csodálatos laptop, és ma ezt a három csodálatos laptopot fogom nem csak a jobb oldali Windows 11-es, hanem a középső is. Ezt a három csodálatos laptopot fogom nektek mindjárt bemutatni, és lesz egy főszereplőnk, és a másik kettő gép lesz a kihívó, és ezekkel fogunk foglalkozni. Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok! Jó, sokan be is értetek, úgyhogy szerintem akkor el is kezdhetjük. Tehát köszöntök minden kedves nézőt, én Bacsis vagyok, ez pedig a BRSK Official TikTok csatornánk, ahol többnyire retroval foglalkozunk, majd kicsikét újabb dolgokkal fogunk foglalkozni, vagy újabb dologgal fogunk foglalkozni. Laptopokat fogok nektek bemutatni, van itt mellettem, előttem három darab gép, és egy főszereplő van, ezt a gépet szeretném nektek alaposabban bemutatni, vagy úgy is lehet mondani, hogy miért ne vegyél olcsó új laptopot. Ugye többfajta nézet van, valaki mindenképpen az újraesküszik, tiszteletbe kell hagyni azt a döntést, de szeretném én megmutatni, elmondani az én nézeteimet, hogy miért nem szabad új laptopot venni. És ez a live ez erről fog szólni, hogy nem szabad, inkább vegyünk egy használt prémiumot, mint egy új belépőszintű gépet, és hát én ezt szeretném akkor ebbe a live-ba nektek kicsit jobban demonstrálni, és innentől kezdve majd fognom kell a telefont, hogy tudjam nektek jobban mutatni a dolgot. Na de jó, sikerült előkészülnöm, még az ibastam, hogy fogom tartani a készüléket. Tehát, mi a szakmám? Igaziból informatikus vagyok, hardverekben eléggé jártasnak gondolom magamat, és ebből próbálok ebből a tudásból nektek egy kicsikét visszaadni. Szóval laptopozni fogunk ma, itt van három darab laptop, és a főszereplő íme itt van középen, hát nem véletlenül ő van középen, ő a főszereplőnk. Ez egy Lenovo Yoga Gen 4, negyedik generációs Lenovo Yoga, sima, ennyi a neve, hogy Lenovo Yoga, illetve Lenovo Yoga W300 az alneve, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem egy ThinkPad széria, hanem ez egy belépő kategóriás gép. Ennek az ára 250 ezer forint jelenleg, és hát egy totál belépő szintű gép, és hát kicsikét szeretném, hogyha ezt a gépet így megnéznénk közelebbről. Igen, ez egy fordíthatós Yoga, mindjárt ezt is meg fogom valahogy mutatni. Na már álljatok, már mindjárt ki is találtam, hogy hogyan. A kihívók, ez egy aktuális modell, ez egy 12. generációs Kori platformra, azaz az Alder Lake-re épülő platformra épül ez a laptop, csak annyi különbséggel, hogy nem Core i3, Core i5, Core i7, meg ilyesmik vannak benne, de még nem is Pentium, sőt nem is Celeron, hanem ebbe egy N100 nevű processzor található. Ez egy totál belépő szintű laptop. Szeretnél forgathatós jogát, akkor ezt nem veszed meg, illetve majd el fogod dönteni. A kihívónk a bal oldalon látható, kihívónk egy Dell Latitude E6410, ez egy ATG gép, ami amúgy egy katonai szabvány, ez azt jelenti, hogy én ezt, hogyha ütöm ökölel a kijelzőjét, akkor se lesz neki semmi baja, de ez most totál másodlagos, ez egy első generációs Core i7 processzor van benne, egy i7-720QM, ez ugye 2010-ben jelent meg, és ez az aktuális csúcs volt, amikor megjelent, tehát nem igazán volt erősebb, és ez volt a második natív 4-magos laptop processzor. Ő az egyik kihívónk, tehát ez egy 13 éves architektúrára épül, ugye itt van mellette nekünk ez a kis Lenovo Yoga, ez egy aktuális modell, ugye itt szépen írja is, hogy Alder Lake 10 nanométer, majd kicsit beszélünk a paraméterekről is, ennek az ára 250 ezer forint. Hogy ez a gép mennyibe kerül, ez igaziból most nem szempont, hanem a szempont az lesz, most kezdődött a live igaziból, N100 sima diagnosztikára tökéletes, sokat bír az aksia, de semmi másra nem jó, sajnos nem is upgrade-elhető, hát majd erre ki fogunk térni. És a
használt gépből a kihívónk pedig egy szintén Dell Latitude, ez egy 7480-as gép, ebben egy Core i7 6600 van, tehát ez a Skylake-ra épül, 6. generációs CPU van benne, hát egy ilyen gép körülbelül 100-120 ezer forintért vásárolható meg. Egy 6. genes gépet már ki lehet fogni olcsóbban is, viszont ennek a gépnek azért ilyen magas az értéke, mert egyrészt egy i7 6600-as processzor van benne, tehát a létező legerősebb, érintőképernyős a cucc, illetve van benne 16 GB memória, billentyűzetvilágításos, mit akartam még róla mondani, igen, és 2K felbontású a kijelzője, tehát ez sem egy mindennapos dolog. Tehát ez egy nagyon-nagyon csúcsgép volt a maga idejébe, viszont most már meg lehet venni 100-120 ezer forint körül. Tehát van nekünk egy főszereplőnk, 250 ezer forint újonnan, illetve van egy használt gépünk, ami hát nagyon szép állapotban van, ki lehet amúgy fogni használtan is szép állapotú gépeket, és igaziból a feléért meg lehet kapni. Ismerkedjünk meg először kicsikét, igen, ez 2,5K, igen, köszönöm a pontosítást, nagyjából ez a 2,5K-nak felel meg. Kicsikét ismerkedjünk meg akkor először is ezzel a Lenovo Yoga W300-as készülékkel, ide beleteszlek titeket egy telefontartóba, és mindjárt el fogok mondani pár érdekes dolgot róla, és akkor talán látni fogjuk, hogy mit is akarok én ebből az egészből kihozni. Hát a telefontartom erre pont nem alkalmas, úgyhogy most akkor fogom. Ez egy 11,6 colos gép, tehát hogyha én ezt a gépet ide teszem egy másik standard méretű business classra, látszik, hogy mennyivel kisebb. Itt azért talán nagyjából látható a különbség, tehát ez egy picike laptop. Az, hogy mondjuk egy gépnek mekkora a mérete, ez sem előny, sem hátrány nem lehet, hiszen valaki a kisebb méretű laptopot szereti, valaki a nagyobb méretűt, egyik jobban hordozható, másik kevésbé, ez ízlések és pofonok, tehát ezt semmiféleképpen sem róhatjuk fel neki. Ez tény, 11,6 colos gép, és ami érdekesség, hogy viszonylag elég vastag amúgy maga a készülék, tehát ez egy új készülék, 250 ezer forintért lehet megvásárolni, viszonylag elég vastag a gép, és én ezt mindenképpen pozitívumnak mondanám, és azt érzem rajta, hogy minőségi anyagból készült, természetesen műanyag a készülékház, de érződik rajta, hogy nem papírból van, egész masszívnak tűnik így első ránézésre. Már azt is mondhatnám, hogy prémium, de azért annyira ne túlozzunk a dolgokkal, jó minőségű maga a gépház, tehát ez mindenképpen pozitívum. A következő pozitívum, amit én észrevettem, hogy a picike méretének ellenében 100 ezerért milyen gépet tudok ajánlani játékokra és böngészésre? Hát figyelj, nézed végig ezt a live-ot, és szerintem eléggé képbe fogsz lenni. Ennek a gépnek a kihívója pont egy ilyen, tehát ilyen 100 ezer forint környékén mozog, 100-120 környékén mozog, de ugye ez egy csúcs kiszerelésű lesz az a kihívónk, a Dell Latitude. Látni fogod, hogy nagyjából mit lehet kapni, és mennyire jó kis gép az, és hogy mennyire nem szabad megvenni ezeket az olcsó gépeket. Annak ellenére, tehát ugye mondtam, ez egy 12 colos gép, illetve egész pontosan 11,6, normális anyagminőség. Ennek ellenére egy kicsi, teljes értékű a billentyűzete, tehát mint látjátok, nincsenek összenyomorgatva a billentyűzet gombok, és hát ugye ez megint kicsit szubjektív, de a gomboknak a nyomása is egész kellemes az újnak. Nagyon röviden járnak a billentyűk, amit ugye nem tudok nektek bemutatni, ezt csak úgy érezni lehet, de mindenképpen azt kell mondanom, hogy jó a billentyűzete, ugye hát jó, 250 ezer forintért legyen is jó. Tehát teljes értékű a billentyűzet, jó a nyomás érzékenysége, illetve cserélhető, az azt jelenti, hogy nem a palmrestbe van beleépítve, beleégetve a billentyűzet, hanem ezt, hogyha esetleg úgy van és tönkre megy, akkor ki lehet buktatni, egy csavar tartja, ki lehet buktatni, ki lehet cserélni a billentyűzetet. Tudom, hogy nem gyakran cserélünk billentyűzeteket, de ha esetleg mégis, és teliöntöd egy üdítővel, vagy sörrel, vagy bármivel, legalább ki lehet cserélni. Tehát ezt mindenképpen szintén pozitívumként mondanám. Ha már jogáról van szó, ezekről a gépekről annyit kell tudni, hogy ki lehet forgatni a kijelzőket, és át lehet alakítani úgymond tabletté. Ez most megint egy olyan dolog, hogy ugye ez a jogáknak a tulajdonsága, és az a gép, ami ezt nem tudja, nem feltétlenül mondanám hátránynak, ez szintén megjegyezendő, hogy ettől függetlenül ebbe a gépbe van, ha már joga, akkor tudja ezt a funkciót, érintő képernyő, hogyha úgy fordítod a kijelzőt, akkor elfordítja magát a képet is, tehát ebben maga az operációs rendszer is
Miért kaptunk sulihoz? Hát igen, ezt elég sokan adják iskoláknak ezeket a gépeket, és hát nem véletlenül. Tehát eddig ugye csak jókat mondtam róla, és hát nézegessük akkor tovább a gépet. Visszahajtom, laptop funkcióra. Amúgy a hangszórója is nagyon kellemes, tehát egész jó hangokat ki lehet belőle csikarni. Tehát ahhoz képest a laptop hangszóróról van szó, jól visszaadja a hangokat, teltek, nincs annyira dobozhangja, még ez is teljesen vállalható. Tehát ő lesz a mai főszereplőnk, kívülről tehát így néz ki. Ha megnézzük a kihívónkat, ugye ez egy Dell Latitude 7480, ez egy teljesen standard 14,1 colos gép, ilyen van nekem is, dobd el gyorsan, de nem akarok spoilerezni. A business classnak ugye az a tulajdonsága, hogy ezek szintén nem műanyagból készülnek, fém vagy pedig magnézium ötvözetből készülnek, tehát egy egész strapabíró kis gépekről van szó. Ő tehát egy Dell E7480, ami pluszt tud, tehát azért tudni kell, hogy egy ilyen gép a maga idejében, amikor kijön egy üzleti kategóriás gép, ezek azért félmillió forintos gépek, 2-3-4 éves körükben meg lehet venni féláron. Tehát van egy új gépünk, ami 250 ezer forint, illetve van egy használt gépünk, ami 100-120 ezer forint, tehát nagyjából a felét éri. És akkor most ki fog derülni, hogy ez mennyire éri meg akkor újat vagy használtat vásárolni, hogyha arról van szó. Az első, ami mindenképpen pozitívum és plusz, hogy egy ilyen prémium kategóriás üzleti gépen van billentyűzet világítás, nem tudom, hogy ez mennyire jön át, de szerintem elég sokan láttatok már billentyűzet világítást, tehát ugye semmi extra, világít a billentyűzete, tök jó, sötétben lehet vele dolgozni. Ez a 250 ezer forintos gépben nincsen. Továbbá szintén el lehet mondani, hogy ez a Dell E7480 szintén érintő képernyővel büszkélkedik. Ez megint egy olyan dolog, hogy vagy kihasználod, vagy nem, ez se előnynek, se hátránynak. És ragadnak, mint a rohadalom, néhány év után sajnos a Dell-ek ilyenek. Nem mindegyik amúgy. Igen, tény és való, hogy vannak olyan szériák, amiknek a palmresztje elkezd ragadni. Találkoztam én is ilyennel, de nem mindegyiknél jön elő. Ez egy típus hiba, sajnos a Dell-eknél tény és való. Ez ilyen. Ő tehát egy 100-120 ezer forintos gép. Már ugye ott kijön a különbség, hogy van billentyűzet világításunk, illetve van egy klasszikus trackpointunk, ami szintén a business classnak a többnyire a kiváltsága. Ez megint egy olyan dolog, hogy vagy kihasználjuk, vagy nem. Jó, tehát így néz ki. A harmadik gépünk, amiről olyan túl sokat nem szeretnék beszélni, ez egy katonai Dell Latitude E6410-es, az első generációs Core i processzor van benne, azon belül mondjuk legalább annyit el lehet mondani, hogy a létező legerősebb, ami Core i7-720QM 4 magos. Ez mire alkalmas? Pár videójáték futna, Minecraft, stb. Ezek az egyszerűbb online játékok, például a Minecraft, igen, meg a Roblox, ami még szintén népszerű, ezeket mondjuk tudják ezek a gépek, de azt tudni kell, hogy ezek a gépek nem játékra vannak, nem grafikai alkalmazásra vannak. El lehet rajtuk ezt-azt pötyögni, de lesz nem sokára egy picike játéktesztet is fogok nektek mutatni. Természetesen erre is gondoltam, úgyhogy mindjárt meg fogjuk azt a részt is nézni. Főszereplőnkről akkor beszéljünk még egyszer annyit a processzorról, hogy ugye ebbe az Intel N100-as processzor, ugye ez egy Alder Lake alapú, ami a 12. generációs Core i processzorokat foglalja magába. Hát ugye ennek a processzornak nem Core i a neve, hanem ez egy Intel N100, ami egy Atom alapú. Az Atom alapú processzorokat a fogyasztásra hangsúlyozzák ki. Nagyon-nagyon keveset fogyasztanak, ugye ő írja is, hogy a maximális TDP kemény 6 watt. Ellenben a kihívónk, ami egy Core i7-6600-as CPU, ez ugye 15 watt, és nagyjából, most nem néztem utána, 2017-es, ha jól emlékszem, körülbelül, de a tévedés jogát most ezúttal feltartom, elnézést kérek, hogy most ezt így pontosan nem tudom. Minden esetre van a kettő gép között 5 generációnyi különbség. Ez a gép igaz, hogy 5 generációval régebbi, de egy abszolút felső kategóriás gép volt, ez pedig tehát egy új, de nagyon-nagyon belépő szintű számítógép, illetve hát ugye laptop. Látható, hogy ez az Intel N100 egy 4 magos processzorral rendelkezik, 4 mag, 4 szál, ez amúgy egy tök pozitívumnak tűnik, viszont a CPU-nak az órajele hivatalosan 800 MHz, 800 darab MHz mindösszesen. Ezt turbóval természetesen tudja szabályozni, de ugye ez szintén terhelés és melegedés függő, hogy ez mennyire megy fel. 800 MHz-ről indul,
ami nem valami sok, ellenben azért a Core i7-6600 azért fel tud menni 2,6 GHz-ig is, akár maximális terhelés mellett is, viszont az i7-6600 csak 2 magos, viszont támogatja, na ugye érintőképernyő, ezt elnyomjuk, visszamennyi, hát ez hihetetlen, hogy nem tudok kilépni a Edge-ből, ha nem böködöm végig, beleegyezünk persze, csak mennyi már nekem innen. Tehát ez egy 2 mag 4 szálas processzor, ugye ilyen szinten, ha úgy veszük, egy picikét előnybe van a főszereplőnk az Intel N100-zal, mert neki natív 4 magja van. A harmadik gépünk a Dell E6410 ATG, ugye ezt mondtam nektek, hogy ez volt az első Core i-szériás processzor, előtt még ugye Core 2-k mentek, a Core 2-s érában is voltak már 4 magos CPU-k, nagyon-nagyon a végén és nagyon-nagyon kevés gép kapta meg, de volt ezekből is mobil processzor, ami 4 magos, nem volt gyakori, ez szerencsére pont egy ilyen, és azért gondoltam, hogy őt is be fogom venni a tesztbe, mert hiába ez egy 13 éves laptop, de nézzük mégis meg, hogy akkor ez a gép mennyit tud, illetve hát Elvis Icon, akkor meg tudjuk nézni, hogy 12 generáció telt el a két gép között, annyi, hogy ez egy abszolút csúcskategória, ez meg egy abszolút belépő szint, nézzük meg, hogy hogy viszonyulnak egymáshoz. A fogyasztásról is egy kicsikét még visszatérnék, mert amit még tudni kell erről az i7-720QM-ről, hogy ez ugye egy 4 magos, de támogatja a hyperthreadinget is, tehát 4 mag 8 szálos CPU található benne, viszont cserébe fogyaszt is, mint az állat, mert 45 watt. Tehát elvileg ugye az látható, hogy ez a laptop 45 wattos processzorral rendelkezik, ez a laptop 15 wattos processzorral rendelkezik, ez pedig mindössze 6 wattot fogyaszt. Először is akkor kezdjük akkor bele a tesztelésbe, különböző benchmarkokat, illetve olyan dolgokat fogok lefuttatni, ami azért visszaadja, akkor mennyire használható ez a gép. Amit hátránynak szeretnék még mindenképpen elmondani, hogy oké, hogy ez egy 11,6-szoros gép, viszont azt vettem észre, hogy a kijelzőnek a kávái brutálisan vastagok. Most ide teszem a hüvelykujjamat, nézzétek meg, majdnem olyan vastag a kávája, mint a hüvelykujjam, ami, hát legyünk őszinték, 2023-ban már annyira nem menő, hogy így fogalmazzak. Ellenben, hogyha megnézzük az E7480-at, azért érezhetően keskenyebb a kávája, jobban ki van használva a felület, tehát szintén ezt egy picikét hátránynak mondanám. Ennek a képnek a kijelzője, még annyit érdemes róla tudni, hogy a felbontása a jó öreg 1366x768, ennyit tud, ami mai szemmel nézve már úgymond egy kicsikét nevetséges, és hát száni, 250.000 forintért, de azt azért mindenképpen hozzá kell tenni, és szeretném azért elmondani, hogy miután a kijelző kicsike, tehát 11,6-szolos, nem néz ki rosszul, jó ránézni, oké, egy Full HD biztos még jobb lenne, nem egy magas felbontás, inkább itt az lesz majd a probléma, hogyha elindítasz egy böngészőt, ami sok tartalom van rajta, akkor azért eléggé kevés információ lesz rajta, ellenben ugye ez a fele annyiba kerülő, de használt gép, ugye 2560x, már nem is tudom pontosan mennyi volt, megnézzük, 2560x1440-es felbontással rendelkezik, tehát árban ugye akkor még egyszer mondom, ez 250.000 forint, míg ez 120.000 forintért meg lehet vásárolni. Ez tehát egy Lenovo Yoga, ez pedig tehát egy Dell E7480. Miután a használhatósága elsősorban a CPU teljesítményére utal, ezért azt fogjuk megnézni. Fontos még egy, és ez nagyon-nagyon fontos. Ebben a gépben ugye beszéltünk a CPU-ról, hogy egy Intel N100 van benne, viszont a probléma az az, tök jó, hogy DDR5-ös memória található a gépbe, viszont a probléma az az, hogy kemény 4 darab gigabyte memória található ebben a gépben, 4, 2023-ban, ellenben ebben a 100-120 000 forintos gépben 16 gigabyte memória található benne, tehát 4-szer annyi memóriát kapsz, fele áron. Nem is lenne még az olyan nagyon nagy probléma, hogy mindössze csak 4 GB memória található ebbe a gépbe, viszont az nagyon-nagyon fontos információ, hogy nem lehet bővíteni. Ráadásul a videókártya is lerekeszt a memóriából valamennyit, ezért a tényleges memória, amit te kapsz, az 3,6 GB nagyságrendileg, oszd be ennyi, és nem bővíthető sajnos. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy igaz, hogy kevés memória van benne, de nem lehet bővíteni.
13 col alatt sajnos a használhatóság területe lecsökken, soha nem vennék ilyen gépet ügyféllel. Vannak olyanok, akik kifejezetten a 12 colos gépeket keresik, ezért mondtam, hogy az se nem hátrány, se nem előny, hogy egy gép 12 colos, 13 colos, 15 colos, attól függ, hogy mire használod, tehát ezt azért nem mondanám hátránynak, de amúgy hozzáteszem, van benne igazság, és mondom, ez még 12.1-es sincs, csak 11.6-os, de mindenképpen előnynek szeretném azt azért feltüntetni, az előbb mondtam, hogy pici méretének ellenére teljes értékű a billentyűzete. Beszéltem tehát a CPU-ról, beszéltem a memóriáról, ja igen, és ugye a második kihívónk, ugye ez egy 13 éves gép, ebbe viszont szintén bővíthető a memória, és 8 GB memória van benne, tehát hiába 12 generációnyi a kettő között a különbség, ez a gép azért tartalmaz 8 GB memóriát, még ez hiába vadonatúj, 4 GB és nem bővíthető. Ha már megvan nyitva a CPU-zé, akkor szerintem kezdjük is úgy, hogy leteszteljük a CPU-knak a nyers számítási teljesítményét, van benne egy benchmark, ami igaziból pontozza a CPU-t, hogy mennyire erős, mit tud a teljesítménye, ezt elindítom mindegyik gépen, és akkor itt azért már elég sok minden ki fog derülni. Először is egy kicsikét számolgatja a CPU-nak a teljesítményét, lefuttatja egy szálon, illetve az összes szálon, amennyit tud a processzor. És jó, meg is vannak az eredmények, kezdjük is a főszereplőnkkel. Hogyha megnézitek, akkor az látható, hogy a többszálos teljesítményére kaptunk 1300 pontot, míg az egyszálú teljesítménye 382 pont. Nézzük meg a kihívónkat, ami fele annyiba kerül. Hát itt azért van elmaradás, hiszen a többszálú teljesítménye 921 pont, és az egyszálon is elmaradt 307 ponttal. Tehát itt azért látszik a különbség, és nagyon-nagyon szépen teljesített ez az N100, hiszen oké, hogy natív 4 magos CPU-ja van, de egész jól kapott, tehát igaziból 40%-kal erősebb 4 szállal terhelve ez a gép, mint ez a 6. generációs, és az egyszálú teljesítményben is azért látszik 307 pont kontra 382 pont, látszik azért a különbség, hogy a CPU-ja azért erősebb egy 6. generációs i7-nél is. Ne felejtsük el, hogy ezután ugye a 8. generációs gépek már szintén hozták a laptopba is a natív 4 magot, de ez a 6. generációs hiába i7, volt ezekből is natív 4 magos CPU, de ezekben a vékony gépekben, ezekben még rendesen 2 mag 4 szálos volt a processzor, hiába volt i7. És akkor nézzük azért meg illendőségből a legrégebbi laptopunkat. 717 pontot kapott a több szálra, tehát ugye itt ment 4 mag 8 szálon, illetve 176 pontot kapott az egyszálú teljesítményre, tehát elmondható, hogy körülbelül a 12. generációs belépőszint és az első generációs kori szériából a csúcsszint között azért majdnem dupla akkora a teljesítmény a 12. generációs laptop javára, ami mindenképpen elismerendő, és ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, úgy, hogy ne felejtsük el, hogy ő 6 wattos fogyasztással rendelkezik, tehát nagyon-nagyon jó a gépnek a fogyasztása. Következő tesztprogramom a WinRAR lesz. A WinRAR-nak is van egy benchmarkja, ahol lényegében annyi történik, hogy a háttérbe elkezd egy virtuális fájlt csomagolni, kibecsomagolni, és ennek a csomagolásnak a sebességét méri, hogy hány kilobájt per szekundummal tudja a számítógép megcsinálni. Ebbe is nagyon egyszerűen el lehet érni a benchmarkot, elindítjuk a WinRAR-t, és akkor az eszközök alatt van egy olyan gomb, hogy teszt. Ezt elindítjuk, el is fog indulni akkor a benchmark, ezt szintén megtesszük mind a három gépen. Hú, ennek a Dell-nek tényleg rossz az egere. És akkor most az van, hogy kérem várjon. Mindjárt ki fogja számolni az aktuális teljesítményt. Írja, hogy jelenleg milyen... De ez a benchmark lesz pontosan mi. Jó, amíg számolgat, addig el fogom mondani. Tehát a benchmark az egy olyan számítás, ahol nem valós dolog történik, hanem ő lefuttat egy előre elkészített beállításon, egy előre elkészített programot,
és ezt számolja ki, és mindig ez mindig ugyanezt fogja csinálni, akárhányszor elindítod, tehát mindig tökéletesen reprodukálható. Tehát nem az van, hogy mondjuk én kezdek el csomagolni egy 80 vagy 100 megabájtos állományt, vagy én kezdek el játszani egy adott játékon belül, hanem egy előre megírt scriptet futtat le az adott program, és ezáltal ez viszont mindig ugyanúgy meg lehet, mindig úgy, akárhányszor le fogod futtatni, mindig ugyanaz fut le, ezáltal összehasonlítható a számítógépnek a teljesítmény egy másik számítógéppel. Na, hát lefutott a benchmark, tehát ez nem egy valós számítás volt, nem én csomagoltam, hanem a beépített programját futtattam le, úgyhogy remélem, hogy ez így nagyjából érthető volt. Én most vettem egy 1,2 millióért MacBook Pro M3-at, nagyon visz mindent. Hát ugye most pont arról beszélünk, hogy egy 250 ezer forintos gép mire jó és mire nem jó. Na, lefutott tehát a benchmark, és megkaptuk az eredményt, ami 3500 kilobyte per szekundum, ezzel a 6 wattos CPU-val. Ha megnézzük a 6. generációs Dell Latitude-ot, látható, egy picikét amúgy erősebb lett, mert 3700-at kapott, és a jó öreg 13 éves Dell Latitude szétveri az egész mezőnyt, mert 5119 pontot kapott, tehát itt egy kicsikét most megfordultak az erőviszonyok, mert hiába 13 éves, a natív 4 mag 8 szál, illetve van még egy, amiről nem beszéltem, a VRAR-nak a futása, a memóriának a sávszélessége nagyjából nem olyan túl sok mindent befolyásol, de a VRAR és ezáltal a tömörítésnek a sebességét a memória sávszélessége nagyon-nagyon befolyásolja, és ebbe a gépbe dual channelbe megy a memória. A E7480-ban is lehetne dual channelbe futtatni, de ebbe most jelenleg csak egy memória modul van, nem akartam csalni, ő is dobna simán 6-7000-es eredményt, hogyha két memória lenne benne dual channelbe, de ez nincs. Ennek ellenére így is elverte a 12. generációs új laptopunkat, illetve hogyha megnézzük, ugye itt ez a 3500 pötty, ezt ha akarnánk se tudnánk feljebb tornászni, mert ugye legyünk őszinték, ahogy elmondtam, nem bővíthető a memória. És akkor legyen egy kicsikét játék is a dologban, ezért most játékot fogok elindítani, méghozzá a jó öreg Far Cry 2-t fogom elindítani, ennek is a benchmarkját fogom futtatni, itt talán egy kicsikét látványosabb, hogy mit is jelent pontosan az, hogy benchmark. Mind a három laptopon elindítom a Far Cry-nak a benchmarkját, egy kis türelmet kérek. Játék. Far Cry 2 benchmarkot szeretnénk. Azonos beállításokkal fogom elindítani természetesen a benchmarkot. És így megint össze tudjuk hasonlítani a teljesítményét a három gépnek. Ugye azt tudni kell, hogy nem volt eseléépítés, bocsánat, nem írtam át a live-nak a címét, ma nem eselizünk, ma laptopokat fogunk összehasonlítani. Far Cry 2, szintén elindítjuk a benchmarkot, legalábbis remélem, mert ezen a gépen egyelőre nem akar elindulni. Jó, tele vagy pénzzel, majd írunk már a NAV-nak, hogy miből veszel ilyen drága gépeket. Jó, természetesen lehet. Amúgy, legyünk őszinték, ez a három gép nem ér annyit, mint egy normális laptop, és szerintem abban még semmi kirívó nincs, hogy valakinek van egy normális laptopja. Itt előttem van három darab olyan laptop, ami hát nem egy olyan hatalmas nagy értéket képvisel. Na most miért nem indulnak el a benchmarkok? Eddig ezek mentek. Jó, akkor addig, amíg nem indul el a benchmark, lövésem sincs, hogy miért. Lehet töltöget még itt a háttérbe. Akkor addig indítsuk el az AIDA 64-et, amivel szintén meg tudjuk nézni a CPU-nak a teljesítményét. Mindegyik laptopban SSD van. Jó, tök jó, hogy felvetetted, erről nem is beszéltem. Tehát a Lenovo Yoga-ban is SSD található, egy kemény 128 GB-os SSD található, ez amúgy cserélhető. Ugye az AIDA 64 egy nagyon jó kis magyar fejlesztési program, és itt is tök jól össze lehet hasonlítani a laptopok teljesítményének a laptopoknak a teljesítményét, mert van beépített CPU teszt is. Le kell nyitni a sebességfült, illetve a CPU Queen-t fogjuk most letesztelni. Ugye a CPU Queen annyit csinál,
hogy ugye ez is egy benchmark, és itt a háttérben azt számolja, hogy egy saktáblán számolja a királynőnek, ugye van a saktáblán vannak a bábuk értelemszerűen, és ugye azban van a királynő, és a királynőnek a lépéseit számolja, hogy hány különböző variáció létezik, úgyhogy ezeket számolja, hogy ez egy nagyon-nagyon számításigényes feladat, és erre szintén ad egy pontszámot. Ugye itt sincsen semmi látványos dolog, ezért is ez csak egy benchmark, ami lefutatja a tesztet, és kiad egy pontszámot. Na, gyorsan megnézzük az AIDA 64-et, akkor mind a három gépen a CPU Quint, ugye ez is a CPU-t fogja letesztelni, leterhelni nekünk. Elindítom a CPU Quint, le is futott, az nagyon gyorsan lefut, szintén egy pontszámot fogunk kapni, és jól össze tudjuk hasonlítani. Az N100-as CPU a maga kis 4 magjával 22.000 pontot kapott, míg az első generációs Core i7 720QM 18.600 pontot, egy picikét elmaradt, nem olyan sokat, de egy picikét elmaradt, míg az i7 6600 CPU szintén ilyen 21.000 pontot kapott. Itt el lehet mondani, hogy nagyjából a három gépnek a teljesítménye a CPU Queen-ben azonos. Egy icike-picikét ugye a 12. generációs Alder Lake alapú N100 győzött, de nem annyira sokkal, tehát ez nagyjából a két gép ugye megegyezik, és egy picikét lemaradva van az első generációs Core i7. Ne felejtsük el, hogy ez a gép 250.000 forint újonnan, még ez a gép 100-120.000 forintért használtan már meg lehet vásárolni. Na, megvolt az AIDA 64 Extreme, és igaziból egyelőre nem tudom, hogy miért nem indul el a benchmarkja. Eddig elindult, tök jó. Úgyhogy egészen addig, amíg most nem találom ki, hogy miért nem indul el a benchmarkja az AIDA 64-nek, akkor indítsuk el, nem az AIDA 64-nek, a Far Cry 2-nek, indítsuk el a Unigine Heaven-t, ami szintén egy grafikai tesztprogram, és mindjárt megnézzük amúgy gyakorlati dolgokkal is. Ugye ez is egy benchmark, egy előre lefutó tesztet fog lefuttatni a program. Hű, ezt nagyon csúnyán mondtam, értsd jól, mire célzok, tehát ez egy előre megírt script, előre elkészített grafikát fog levetíteni nekünk a Unigine Heaven, ami nem egy aktuális tesztprogram, már jó pár éve kín van a piacon, de ezeknél a gépeknél szerintem ez egy tök jó lesz, és meg fogja izzasztani a gépeket. Azonos beállításokat fogunk használni, miután ennek a gépnek az 1366x768 a felbontása, ezért természetesen mindhárom gépen 1366x768-ba fogjuk elindítani high részletességen. Run, és itt is 1366x768, run. Megvárjuk, hogy betöltsön a program. El is indult. Megvárjuk a többi gépet, és egyszer elindítjuk a benchmarkot. Ezt meg a tesztprogramon belül meg el lehet indítani, és számolni fogja a tesztprogram a FPS-eket. Rámegyünk a benchmark gombra. Benchmark. Ajjaj, itt azért vannak bajok. Na, és akkor mindjárt beszélgetünk a grafikáról is egy kicsikét, amíg futnak a tesztek. És elindult akkor a tesztelés. Mutatja az FPS számokat, és ugye ezt fogja számolni, és a végén kifogadni egy pontszámot, illetve hogy hogyan is futottak a tesztprogramok. Tehát ugye tudjuk, hogy ez a gép ez nem játékra van, nagyon nem játékra van, nincs is benne dedikált videókártya, az Intelnek az integrált grafikáját használja, ezt az Intel HD Graphics-ot használja, illetve ugyanez igaz erre a Dell Latitude E7480-ra is, csak a CPU-ba integrált videóvezérlő található benne. Természetesen ezek is tudnak 3D-t, hiszen látjátok, hogy elindulnak rajta, ezért is mondtam azt, hogy ezért ezt azt el lehet rajta pötyögni, de nem, nagyon nem játékra van. Ellenben az E6410-ben van egy grafikus kártya, egy Nvidia Quadro NV3100-as kártya található benne. Ott látható,
ami hát igaziból nem a 3D az erőssége, természetesen tudja futtatni. Ez inkább egy olyan tervezői kártya, ahol a 2D megjelenítés volt a elsődleges szempont. És hát ugye látszik, hogy nem a legjobban viszi, viszont ne felejtsük el, hogy ugye itt a grafikus kártya és egy 13 évvel ezelőtti grafikus kártya. Míg ugye ezek egy aktuális modellek, hiába nincs videókártya, frissebb, és hát ezáltal azért látszik, hogy mennyivel jobban viszi a tesztprogramot. Mondhatni röccenés nélkül, azért nem teljesen, mert ilyen 20 FPS környékén, 15 FPS környékén megy. Ugye látszik, hogy szerencsétlen Quadro ízik a leginkább, ez egy nagyon-nagyon szaggató a tesztprogram. Far Cry, sírni fogsz, így van, elvileg lesz Far Cry. Szenvednek ezek a gépek, pontosan, és ez a lényege, hogyha megizzasszuk ezeket a gépeket, akkor lássuk, hogy mit tudnak, meddig bírnak, úgyhogy most elmegyünk a falig. Mindjárt le fog futni amúgy a tesztprogram, ugye itt írja, hogy hány különböző jelenetet fog ő kiszámolni, 26 jelenet van, amiből jelenleg 12. jelenetet futtatja a három laptop. Miután lefutott a három laptopon a tesztprogram, ugye a végén akkor tehát fogunk kapni egy összpontszámot. Optikai meghajtó, köszönöm kérdésedet. Ugye ez egy elég fontos dolog, már akinek használ optikai meghajtót. Természetesen a mai laptopokban már nagyon-nagyon régóta nincsen optikai meghajtó. Nagyjából a negyedik generációs Core i-szériától kezdve, tehát úgy körülbelül 2013-4 környékétől szinte teljesen kikoptak az optikai meghajtók, tehát ezekben értelemszerűen nincsen már optikai meghajtó. Ebben a jó öreg E64-10-esben természetesen még van optikai meghajtó. Ez milyen tesztprogram, mi a neve? Ez a Unigine Heaven. Unigine Heaven 4.0-as verzió. Az összes verzió ugyanazt a tesztet futtatja amúgy le, bár az idők folyamán elég sok optimalizáción esett át. A 4.0-as volt a Unigine Heavenből az utolsó. És hát még egy kicsit a kijelzőről szeretnék beszélni. Nem tudom, mennyire tűnt fel, hogy ha esetleg olyan a kép, akkor hello, hello, ott vagyok, integetek nektek. Sajnos ezek az olcsóbb gépek fényes kijelzővel rendelkeznek, ami ugye azt jelenti, hogy ha olyan világításnál használod, vagy napfénynél, akkor tükröződni fog. Nagyon jók a képeik, viszont ugye nincsen rajta ez a mattító bevonat, és ezáltal tükröződik, tehát igaziból az összkép az, hogy hát annyira nem szeretjük. Természetesen egy normálisabb gépnél ugye ilyenről szó sincsen, nincsen tükröződés, mert ugye ezek a kijelzők, ezek matt felületűek, és hát fia, hogyha lassú a laptopod, valószínűleg merevlemez van benne, és azokat ugye most már ki kell cserélni. SSD-vel azért a régebbi gépek is meg fognak tátosodni, tehát célszerű kicserélni. Köszönöm kérdésedet, kicsikét izgatott vagyok, hogy mi lesz itt az eredmény, de azon kívül jól vagyok. Mindjárt le is fog futni a tesztprogram. Ugye látható, hogy 26-ból 24 rész már lefutott, és ugye látnak azért elég szép FPS-ek is, hiszen látható, hogy volt olyan, hogy 35 FPS-sel futott egy-egy jelenet, tehát azért az egyáltalán nem mondható rossznak. És ugye ne felejtsük el, hogy nem játékra van, 6 wattos a processzor, és ebben a 6 wattba beletartozik maga a videókártya is. Ám azt látjuk, hogy oké, nem egy mai Unigine Heaven, hiszen ez egy 2012 körüli, 2011 valamikor akkor jelent meg, tehát ez egy elég régi tesztprogram, de gyönyörű szépen helytált ez a CPU, illetve most jelen esetben a grafikai kártya, mert 500 pontot kapott, és átlagosan 20 FPS-sel futott. A kihívónk az a 6. generációs i7-es CPU-ba található Intel HD Graphics videókártya, az 451 pontot kapott 18 FPS-sel. Nagyjából ez a két gép hasonlóan teljesített, a 6. generáció egy picikét lemaradt. Na most annyi, hogyha ez a gép dual channelbe menne, az azért nagyon-nagyon sokat számít a videókártyának, és ott azért ez azért gyorsabb lenne, a dual channelnek köszönhetően. Sajnos ennél a gépnél viszont, ugye, ahogy elmondtam, nem érhető el a dual channel, tehát ennek ez a max, még azért ez a 6. generációs azért tudná még egy kicsikét többet is. Hát szerencsétlen első generációs Dell Latitude-unk a Quadro kártyájával hát nem igazán teljesített jól, kemény 100 pontot kapott, de hát ugye ebben a gépben nem is a videokártya volt a lényeg, illetve hát ez ennyit tudott. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szépen teljesített, és igaziból ez az N100 processzor egyelőre nekem pozitív csalódás, mert
CPU-ba azért simán hozza a hatodik generációs i7-nek a szintjét, hol egy kicsikét jobban, hol egy kicsikét kevésbé, és a grafikai teljesítménye sem annyira vészes, bár még egyszer mondom, tegyük hozzá, hogy egy 250.000 forintos gépről beszélünk. Viszont ugye már itt az itt látszik, hogy 120.000 forintért semmivel sem lassabb a gép, viszont már cserébe ugye ott előrébb vagyunk, hogy van billentyűzetvilágításunk is. Akkor elindítom a normált, nem tudom, hogy a benchmark miért nem indul el. Jobban szerettem volna, ha elindul a benchmark, most még egyszer rábökök, de halljak meg, eddig ment. Jó, mindjárt megvárjuk, hogy mi fog történni. Nagyon idegesítő, hogy beszélek. Jó, akkor ne nézd. Nem kötelező. És akkor nem művelődjél. Valamit valamiért. Jó, akkor elindítjuk a normál játékot, mert az elindul. Games Far Cry 2. Ugye ez a játék, ez 2009-ben jelent meg. Elsők között volt, aki támogatta a DirectX 10-et, de leginkább DirectX 9-be használtuk. Beállítunk egy viszonylag könnyebb grafikai beállítást, ami legyen a 1366x768. A részletességből pedig hát legyen high, mindent magasra teszünk. És akkor úgy megnézzük, hogy mit fog dobni, ez így nagyjából jó is lesz. Azért azt mindenképpen megnézzük, hogy mindegyik gépen ugyanaz legyen a grafikai beállítás. Jó, itt is beállítjuk az 1366x768-at. Nagyon jó kis játék a Far Cry 2, én nagyon-nagyon szeretem. Jó, megvan. Hát hagyhattam volna mindent úgy, ahogy van, azt a hat szóljon, de most már mindegy, elkezdtem átállítani. Jó, elfogadtatjuk, beállítjuk a harmadik gépen is, és akkor mindjárt indul az összehasonlítás. Ezen a gépen viszont csak 1280x800-at, ha jól emlékszem, igen. Itt 1280x800-at fogok tudni kiállítani, mert a kijelző ennyit támogat. De nagyjából a pixel szám az egyezik, tehát azért összehasonlítható lesz a dolog. Pillanat, még ez a gép még malmozik. Jó, hát ugye itt alapból mindent lóvra állított be, úgyhogy ez a gép biztos, hogy izzadni fog. Jó, visszalépünk akkor a főmenübe, és akkor nyomunk egy startot a játéknak. Story mode, new story, normál. És akkor egyszerre fogjuk elindítani, már itt is ki fog derülni akkor, hogy milyen gyorsan töltődnek be a játékok. Mind a három gépben természetesen SSD van. Mindjárt indítom. Jó. Hú, itt meg nem lett beállítva a felbontás, itt majd egyszer beállítom, egy kis türelmet kérek. És akkor jön a játékteszt. Igen, megtartjuk a beállításokat. A három gépek a teljesítményét hasonlítjuk össze, aki nem tudná esetleg. Van egy új 250.000 forintos gépünk, illetve egy használt 120.000 forintos gépünk, meg egy érdekességként egy első generációs kori laptop, kori héttel szerelt laptop. Na, nézzük, elindítottam akkor a játékokat. Nem programozok. Itt is azért már kicsikét vissza fog adni a teljesítmény, és látni fogjuk, hogy melyik gép milyen gyorsan tölt be. Hát FPS számunk most nem lesz, úgyhogy majd szemmel fogjuk nézni, hogy melyik mennyire élvezhető. Hát, ez úgy megköszönte szépen a lehetőséget. Hát erre most mit mondjak? Amúgy, ha megnézitek, 1360x768 high grafikán nagyon-nagyon szépen fut rajta a játék, míg a Quadro MVS 3100
Hát itt azért van egy kis utánhúzás, nagyságrendileg. Én olyan 15 FPS-re satszolom, tehát érezhetően lassabb, de ugye nem is ő itt a főszereplő, ő csak ilyen vendégszereplő, hogy megnézzük, hogy azért egy 13 éves gép mit tud. És még egyszer megpróbálom elindítani, ő lenne a főszereplő, amin el sem indult a Far Cry, lenémítom, minek szól ez itt nekünk. Látható, hogy ezen a 6. generációs gépen, ami integrált videókártyával rendelkezik, gyönyörű szépen fut a Far Cry, míg ezen a Lenovo Yoga N100-on, hát igaziból lövésem sincs, hogy miért, de el sem indul, úgyhogy elvileg mennie kellene, de nem tudjuk elindítani, úgyhogy 0 FPS. Viszont így vagy úgy, egy 6. generációs i7-es gépen hiába integrált videókártya van, teljesen jól viszi, és így akkor még egyszer elmondom, hogy látom a kérdésre fogok válaszolni, hogy az i7-es Intel proci az hány éves? Ugye ebben is egy i7-es van, ez egy első generációs i7-es processzor található, ami egy i7-720QM 13 éves, ez 2010-ben jelent meg, az i7-6600U, ami ebbe van, ez egy 5 éves processzor, és ugye ők a kihívói ennek a gépnek, amiben ez az Intel N100 van. Ugye tudjuk, hogy az i7-es processzorok az abszolút felső kategóriában helyezkedtek el, illetve most csak simán felső kategóriában, mert az abszolút felső kategóriában ott van ugye most már a Core i9 is, míg az Intel N100 mindössze 6 wattot fogyaszt, viszont egy totál belépő szintű processzor. Ez mind szép és jó, hogy a benchmarkok így futnak, na de nézzük meg, mi van akkor, hogyha valós használatra kezdjük el használni a számítógépet. Ezt pedig úgy fogjuk most csinálni, hogy elindítok egy feladatkezelőt, és megnézzük, hogy mit kezd a gép a YouTube-bal, hiszen mindenki használja a gépét YouTube-ra, és hát legyünk őszinték, hogy nagyon szépen meg tudja izzasztani a YouTube a számítógépeket, főleg, hogyha nem új gépről van szó. YouTube pillanat, elindítom, és nézni fogjuk, hogy hogyan terheli le a számítógépeket egy YouTube videó, főleg az, hogyha 1080p-be, azaz Full HD-ba szeretném elindítani, aminek olyan túl sok értelme nincsen, főleg ezen a kicsi gépen, aminek csak 1366x768 a felbontása, de nem baj, elindítjuk rajta. És akkor YouTube, mindjárt indítunk egy tesztvideót, youtube.com. Itt már itt van a YouTube, nagyon jó, itt már el volt indítva, ezen a gépen még úgy látszik el se volt indítva a YouTube. És én már tudom is, hogy milyen videót fogok elindítani. Igen, ez egy N100-as Atom van benne pontosan ebbe a gépbe, a kihívónkba 250.000 forintért. És nem sokára meg fogom hozni a végleges ítéletet, mert szép lassan azért kirajzolódik a véleményem erről a gépről, erről a 250.000 forintos gépről. Csak hát ugye az végig kell venni ezeket a teszteket, hogy igazságosan dönthessünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon pozitívan teljesít ez az Intel N100-as CPU. Akár videótéren, igaz, hogy a Far Cry az Istenért sem akart elindulni, pedig amúgy esküszöm a live előtt kipróbáltam és elindult, most nem indul el. És amúgy nem ment rajta rosszul. Jézus! Köszönjük szépen, maradjunk csömbbe. Jó. Full HD-ra beállítjuk a felbontást. 1080p, 60 fps. És nézzük a terheltséget. Ajaj. Hát itt azért vannak bajok. Íme a fele annyiba kerülő, ám bár használt gép, amin szintén elindítjuk ugyanazt a videót. Nyitunk egy feladatkezelőt, hogy lássuk a terheltséget. Na. Oké, mindjárt elindul, illetve ezen a gépen is elindult akkor ugyanaz a Full HD videó. Ezen is indítunk, és mindjárt megnézzük a CPU terheltséget. Pillanat. Szép lassan amúgy beállt az N100-on a terheltség, és tényleg tudja futtatni nagyon jól, viszont azért látszik, hogy a CPU elég rendesen
meg van tekerve, hiszen 70% környékén megy, 70-80, mennyi kérdés van, jaj, bocsánat. Igen, ez a típusú joga inkább tanulási célokat szolgál, kicsi, kompakt méret, nagyon jó üzemidő, ez mind stimmel. Nem ezzel van a gond? Illetve, hát most kérdés, hogy van-e gond, vagy nincs gond. A végén én el fogom mondani a tapasztalataimat, hogy mit látok, hogyan látok. Egy biztos, a 1080p videó az azért megy rajta, de a terheltség azért hát 70-80%, és a memóriából 90%-on megy, tehát elég sok memóriát használ. Ugye ne felejtsük el, hogy 4 GB memória sincs a rendszerbe. Ha megnézzük az i7 6600-at, itt is amúgy gyönyörű szépen fut a háttérbe a videó, tehát nincsen szaggatás, és azért látszik, hogy a CPU szintén hát közel 100%-on megy, viszont a memóriából csak 28% van használva. Ugye ne felejtsük el, hogy 16 GB memória van benne, még ugye a fő versenyszámú gépünk, a Lenovo Yoga, az ugye csak 4 GB memóriával rendelkezik, de ugye ne felejtsük el, hogy ezt akkor is el kell mondani, hogy hátrány, mert ugye nem lehet bővíteni. És akkor nézzük meg a 13 éves Dell Latitude-on. Hát ugye itt azért elég szépet lép a CPU, mert 50% körül megy a processzor. Árérték arányban valóban irreális a 250 ezer forint, és amúgy pont ez lesz majd nem sokára amit el akarok ebből az egészből kihozni. Tehát látható, hogy egy 13 éves gép is amúgy egész szépen viszi a videót, 50%-on megy a terheltség, és 80%-on a memória, ugye ne felejtsük, hogy ebben is azért 8 GB memória van. Tehát a YouTube-ot azért elviszik a gépek, viszont látható, hogy az 1080p azért hát megy, de izzadnak rendesen. Ugye itt hardveres gyorsításról nem beszélhetünk, kivéve ennél a gépnél, ő pont azért tudja elvinni a 6 wattos fogyasztással, mert ő tudja azt hardveresen gyorsítani, míg a többi gépek azok sajnos nem, izomból kell, hogy lehozzák, de a végfelhasználó szempontjából teljesen mindegy, hogy az hogyan van megoldva a videónak a lejátszása, elviszi vagy nem viszi. Igen, elviszi a vadonatúj 250 ezer forintos is, meg elviszi a használt 120 ezer forintos gép is pontosan ugyanolyan jól a videót. És még egy dolgot szeretnék megmutatni, ez lesz a tesztemnek az utolsó része, amikor is szintén egy gyakorlati dologgal szeretném leterhelni a gépet, miszerint én raktam fel a laptopokra egy Office telepítőt, ez egy Office 2016-os ISO file, amit mind a három laptopon el fogok kezdeni telepíteni, és értelemszerűen az a gép nyer, amelyik a leggyorsabban feltelepíti a Office-t. Ugye ez azért is CPU terhelő, mert ugye ez egy ISO-ba van, és abból kell kicsomagolnia a CPU-nak magát a fájlt, a fájlokat el kell helyezgetnie a háttértáron, tehát ez egy CPU-intenzív és memória-intenzív feladat, ami azért elég jól vissza fogja adni, hogy melyik processzor mennyire erős a napi használatban, tehát ez már inkább a napi használatot fogja nekünk visszaadni. Mindegyiken elindítom. És hát ugye ez már nagyjából azért jobban közelít ahhoz, hogy Excel teszt, igen. És akkor egyszerre klik. 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 Azonnali telepítés. Hadd szóljon. Na, amíg ezek települnek, hát azért ez egy körülbelül 10-15 perces mutatvány, és ez nagyon-nagyon jól visszaadja a laptopoknak a teljesítményét. Hát addig, hogy esetleg bármilyen kérdés van, most lesz időm válaszolni, beszélgethetünk ezekről a gépekről, vagy hogyha van bármiféle kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok ezekre. Hát most olyan túl sokan már nem maradtunk a live-ban. Hát tudom, hogy ez nem egy olyan nagyon-nagyon izgalmas dolog, viszont nagyon szépen rá fog arra világítani, hogy szabad-e venni egy ilyen gépet ilyen összegért, vagy nem. Ugye a telepítő valamilyen szinten visszajelzi a nézem közben a kérdéseket. A telepítő már nagyon szépen mutatja, hogy hogy áll, és ugye ez már azért visszaadja a teljesítményt. Látható, hogy megindult a zöld csík, mutatja, hogy hogy áll a telepítő. Hát itt azért
egyharmadánál van, az Intel N100-as CPU, hát itt még azért éppen hogy csak megindult. Közben mindjárt válaszolok a kérdésedre, mert igaz, hogy off topic, de most bőven beleférünk, míg az i7-6600-as azért már nagyjából kétharmadánál jár a telepítés. Kérdés tehát az, GTX 1650 Ti vagy 3060 laptopos videókártyák még a jobbik? Mármint, hogy melyik a jobbik, gondolom ez a kérdés. Hát ez nagyjából egy szint, én inkább a 3060, nem, a 3060 az erősebb, pillanatra azt hittem, hogy 3050, a 3060 azért lényegesen erősebb, illetve támogatja a ray tracinget, én mindenképpen azt választanám, és mindenképpen amúgy egy újabb videókártya, tehát a 3060-at javasolnám, hogy azt a gépet választ, hogyha ezt szeretnéd venni. Látszik, hogy a telepítés hogy halad, azért szépen kezd felzárkozni az N100-as CPU is. Itt is amúgy meg lehet nézni a terheltséget, hogy mennyire dolgozik a gép. Ugye nem csak a CPU számol, nem csak CPU intenzív ez a telepítés, itt azért nagyon több, sok tényezős a dolog, kell minél több memória neki, illetve gyors háttértár is bele tud szólni a végső teljesítménybe. Megnézzük ennél is, hogy áll. Hát itt azért látszik, hogy itt a CPU a szűk keresztmetszet. Viszont látszik az is, hogy bőven 2 GHz fölé tud turbózni a Intel N100-as 6 wattos CPU. Ezen az E6410-esen annyiból kakuk tojás, hogy Windows 10 van, viszont hát az nem befolyásolja ezeket a futási sebességeket. Hát itt is különböző százalékot mutat a CPU, ugye nem csak az dolgozik, most nem tudom miért nem tud jobban pörögni, pöröghetne jobban, mert minden bírja, de jó, hát ő tudja, hogy mit csinál a háttérbe. Szépen megnézzük megint, hogy halad a telepítés, hopp, na hát igen, az i7-6600 végzett, feltelepült. Úgyhogy az összkép azért az, hogy CPU fronton, én nekem azt kezd körvonalazódni ebből az egészből, hogy a 12. generációs Intel N100 CPU hiába egy aktuális modell, hiába egy új modell, felveszi azért a versenyt egy 6. generációs i7-tel, ugye ez 5 évvel régebbi, de abszolút csúcs kategória volt, vagy felső kategória, nem volt abszolút csúcs, mert ugye ebből is volt a natív 4 mag 8-szálas, de ezek az U-szériás CPU-k inkább csak a felső kategóriába versenyeztek. Tehát nagyjából CPU fronton ez a két gép egy szint. Videokártya fronton az Intel N100-nak az IGP-je egy picivel 20-30%-kal erősebb lehet, viszont azt lehet úgy korrigálni, hogy az Intel N100, amúgy befejezte az Intel N100 is a telepítést, egy picivel később, még az első generációs i7-720 azért még küzd a telepítéssel, ennek még azért kell egy pár perc, és akkor innen mindjárt meg is fogom mondani, hogy mi a konklúzió, és akkor ez a live erről fog szólni, hogy én ennek az egész tesznek úgy mentem oda neki, hogy ezt a gépet nagyon le fogom húzni, mert nem veszünk olcsó új laptopot, mert egy moslék. És csak, hogyha nincsen annyi pénzed, akkor kell venni egy pár éves business class-t. Mert lehet, hogy pár éves, de az egy felső kategóriás gép volt, még egy olcsó gép, egy új kategória, hiába új, attól még az egy belépő szintű gép. Amúgy szépen az Intel i7-720QM is szépen utol fogja érni a többi gépet, ő még azért kicsikét malmozik. Tehát azért el lehet mondani, hogy nagyjából egy szint a 12. generációs belépő Intel N100, illetve az i7-6600, és azért hát látszik, hogy eljárt a kor az i7-720QM felett, mert hiába natív 4 mag 8 szál 13 éves, és nincsenek csodák. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy én ezt a laptopot nagyon-nagyon le akartam húzni, mert ugye, ahogy mondtam, nem veszünk új laptopot, hogyha olcsó, mert nem véletlenül olcsó, nincs ingyen vacsora, az azért olcsó, mert az annyit tud. Viszont nagyon-nagyon pozitív a gépnek az anyag használata. Tényleg, korrekt, nagyon-nagyon jó a billentyűzete. Oké, nincs billentyűzetvilágítás, ez vagy kihasználod, vagy nem, ezt nem feltétlenül kell hátránynak mondani, vagy csak egy nagyon picike hátránynak. Az, hogy a kijelző viszonylag kicsi, még megint nem vagyunk egyformák, valakinek bejön a 12-szól, 11,6, valakinek nem. Ami hátrány, vastag a káva, hiába kicsi a kijelző, lehetne
nagyobb a látófelület, és ezért egy kicsikét jobb lenne, akármilyen használatra is van az a gép használva. A CPU-t nagyon-nagyon lehúztam volna, mert tudjuk, hogy az Intel Atom N100, illetve maga az Atom, az egy tényleg egy nagyon-nagyon kicsi fogyasztású processzor, most lehúztam a töltőt, mindjárt ki fog érni amúgy az akkumulátorra, hogy mennyit tud az aksi üzemidőben, és volt valami kérdés, az mitől lehet, mármint micsoda, lemaradtam. Látom, kedves könyves Olivér, mindjárt nézek. Szeretném megkérdezni, hogy van egy HP ProBook 6560B, és rádugtam egy házi mozi hangfalat, és elkezdett sipolni. Hát, lövésem sincs. Láthatatlanban nem tudom megmondani. Az egy második generációs kori 5-ös laptop, amúgy ennyit tudok neked róla, nem tudom, hogy mi sipol. A gép sipol, vagy a hangfal, nem egyértelmű. Szóval nagyjából egy szint. Az Atomok nagyon-nagyon gyengék, de látszik az, hogy az elmúlt időben nagyon-nagyon sokat javult a teljesítmény. Egyelőre nem ír akkumulátor üzemidőt, majd nem tudom, hogy ki fog írni. Tehát maga a CPU teljesítménye nem annyira gatya, nem játékra való, természetesen, hogy ezt elmondtuk. Viszont, hát igaz, hogy csak a Unigen Heaven-t tudtuk lefuttatni, de az nagyon-nagyon szépen futott, és hát ezen igaziból kár több szót elpécselni rá. Futott, ahogy futott, nem volt olyan rossz, ha azt nézzük, hogy 6 wattos a processzor, nem rossz. Egyetlen egy probléma van ezzel a géppel, kettő. A legnagyobb probléma az az, hogy 4 GB memória van ebben a gépben, amiből lerekeszt magának a videokártya, és nem bővíthető. A másik probléma pedig az, hogy 250 000 forint. Míg ezzel szemben egy használt üzleti kategóriás gép félárból hozza CPU-ból ugyanazt a teljesítményt, viszont kapsz legalább dupla, de inkább 4-szeres memóriát, nagyobb felbontású kijelzőt, és ami a legfontosabb, hogy bővíthető a memóriája. Tehát ezért nem szabad megvenni ezt az olcsó gépet, mert most még nagyjából azt mondod, hogy Elkaristól nagyjából 4 GB RAM, nincsenek csodák. Láttátok, elindult a Google Chrome-ba a YouTube, és 80%-a elfogyott a memóriának. Ha fut még mellette 2-3 ablak, kész, vége a gépnek. Ezzel és 250 000 forint. Ezzel szemben egy fele annyiba kerülő gépet meg tudsz úgy venni, hogy CPU fronton nem gyengébb, videokártya fronton legalább hozza azt a szintet, még hogyha nem is játékra van ez a gép, és nem játékra kell megvásárolni ezt a gépet, viszont van benne, és bővíthető a memóriája. Hát mindenképpen pozitívumként éltem meg ezt a gépet, mint amire számítottam. Többet kaptam tőle, mint amire számítottam, de a lényegen nem változtat. Meghal, mert csak 4 GB memória van benne. Kevés, és ezért a pénzért ráadásul drága. Mert hogyha lenne újonnan ez 100-150 000 forint, akkor még azt mondom, hogy oké, de 250 000 forint. Ezért nem szabad ezt a gépet, illetve ezeket az olcsó új laptopokat megvásárolni, mert egyszerűen kidobsz egy csomó pénzt, teljesen mindegy, hogy a 150 000 forint vagy 200 000 forint, egy-két év múlva elfogy a teljesítménye. Tehát srácok, ha gépvásárlásba gondolkoztok, és nem tudtok olyan sokat rászánni, és tudnátok venni új gépet, akkor én azt mondom, hogy azt a pénzt, amit rászánnál 150-200 000 forintot, vagy mondjuk esetleg már van, még 130 ér is van új gép, kerüld el, és vegyél belőle egy 2-3 éves használtat, mert mindenképpen jobban jársz vele. Úgyhogy ennek a live-nak ez volt a lényege, örülök, hogy megnéztétek. A Yogan előre telepített Windows 11 van, visszafelé nem lenne jobb a memória használata, egy Thin Windows? Igen, egy előre telepített Windows 11 van rajta, és persze lehetne trükközni mindenféle kiherélt Windows-zal, de legyünk őszinték, hogy maximum csak ideig, óráig megoldás az. 4 giga RAM, nem bővíthető, nincsenek csodák. Akkor inkább veszek egy Asus TUF Gaming laptopot, nekem ilyenem van. Hát pontosan, még azzal is jobban jársz. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a live-ot, ez most csak erről szólt. Még pár dolgot beszeretnék jelenteni, viszont az face to face akarom nektek mondani. Úgyhogy ide visszateszlek titeket. Azt még várjátok meg, ne menjetek sehova. A lényeg az megvolt. Asztali géphíve vagyok, saját összerakással. Nem vagyunk egyformák, valamikor a laptopok az célszerűbbek, mert jössz vele, hozod, viszed. Ki mire használja? Tehát itt ez megint olyan dolog, hogy se az egyik, se a másik nem jobb a másiknál. Fontos közlemény, vasárnap meg a live. Úgyhogy kövess be a csatornát, hogyha bírod a retrót, nézd meg, amit itt tettünk fel róla, a beharangozó videót.
90-es évek, 2000-es évek konzoljaival fogunk foglalkozni, PC-vel fogjuk összehasonlítani a konzolokat, lesz egy kis összehasonlítás teszt, illetve 90-es évek végi, 2000-es évek elejé csúcs hardveres PC-s cuccokat fogunk nektek mutatni, lesz quad-eseli is, csak egy kicsikét spoilerezzek, hogyha bírod az ilyesmit, kövess be a csatornát, vasárnap meg a live, azaz egész nap nyomni fogjuk kisebb-nagyobb megszakításokkal nektek a műsort. A másik felajánlásból még mindig van egy Xbox 360-asunk, 4-5 játékkal, és hogyha esetleg ismersz olyan rászorulót, aki nem engedhet meg magának egy Xbox 360-at sem karácsonyra, akkor írjad meg nekünk privát üzenetbe itt a TikTok csatornán, és ki az, akit javasolnál, és hogy miért javasolnál egy-két mondatba, és mi szeretnénk ezt az Xbox 360-at ingyen felajánlani, természetesen házhoz visszük, helyszínen beüzemeljük, bárhol az országban legyen, ezt fogjuk biztosítani, és ezt szeretnénk karácsonyra odaadni valakinek, tehát ha valakiről tudsz, aki örülne neki, keressetek meg, erről is lett egy beharangozó videó, de annyira nem volt népszerű. Volt egy PlayStation 3-unk, köszönjük a felajánlást, neki már úgy néz ki, meg lesz a gazdája, jó helyre fog kerülni, van még egy Xbox 360-unk, ezt is szeretnénk felajánlani. Mikor lesz a következő live? Ugye vasárnap meg a live van, délelőtt 10-kor fogjuk indítani és nyomatni a kontentet, illetve ha minden igaz, akkor holnap is csinálok, majd meglátom, és azt sem tudom, hogy holnap mikor, a hétvége az mindig kaotikus, az ott vagy csinálok live-ot, vagy nem. Lehet, hogy holnap is csinálok, készülök nektek valamivel, jól megnéztük ezeket a laptopokat. Kövessél be, és úgy is kapod az értesítőt, hogyha lesz live. Úgyhogy nagyjából ennyi. Örülök, hogy itt voltatok. További szép estét, sziasztok!